Szeptembertől már nem az új tanévet, hanem a békés nyugdíjas éveket kezdi meg Lukácsné Németh Klára, a Petzelt korábbi igazgató helyettese. A német tanárnő hosszú éveket töltött a pedagógusi pályán, eredetileg azonban más területen dolgozott. Gyermekei születése után a lakóhelyéhez közel keresett munkát. Ekkor kapta meg az iskolában a tanári állást. Mindenképpen nehéz volt egy másik pályára állni, hiszen én műszaki pályán szereztem a diplomámat, és szerettem is mérnökként dolgozni, és mégis így hozta a sors. Bár szerettem volna korábban is azért tanítani, ezért talán meg is örültem a lehetőségnek, de nem volt könnyű a váltás, főleg így, hogy nem is volt hozzá képzettségem. De nagyon sok segítséget kaptam a kollégáktól, egy nagyon jó közösségbe kerültem már akkor is, amikor bekerültem az iskolába, sokat segítettek, természetesen elvégeztem a tanári pályát is, és lett róla diplomám is, és nagyon szerettem is tanítani, mert mindig jó volt a gyerekek között lenni, segíteni nekik, és ők meg nagyon értékelték azt, hogy partnerként kezelem őket, elfogadó vagyok velük, meghallgatom, ha problémáik vannak, segítek, ha tudok a problémáikban. Osztályfőnökként is egyébként nagyon jó volt együtt lenni velük, akkor már egy kicsit jobban beleláttam a családjukba, az életükbe, de megszerettem a pályán ezt a munkát, hogy nem csak tanítok, és nem csak tudást adok át, hanem a magánéletükben is akár segítek nekik, vagy a szakmai előmenetelükben is. Tanári éveinek kezdetén is szorgalmasan készült az órákra. Később elvégezte a tanárképzőt, így diplomás oktatóként folytathatta karrierjét. A tanítás mellett az iskola közösségi és szakmai életének szervezésében is aktív szerepet vállalt. Hát az Erasmus projekteket is megkaptam 2012-ben, úgyhogy azzal is nagyon sokat dolgoztam, jó pár éven keresztül projektvezető voltam az iskolában. Nagyon sok projektünk van most is, nem csak a gyerekeknek, a tanároknak is, ugye a tanulók szakmai gyakorlatot teljesítenek külföldön. Nagyon sok kapcsolatunk van egyébként, és nagyon jó munkahelyeken tudnak gyakorolni és bővíteni a szakmai tudásukat. A kollégák pedig szakmai továbbképzésekre tudnak járni, akár módszertani, tehát tematikus képzéseken tudnak részt venni, legyen az informatikai terület, akár szakmai tanulmányutakon is részt tudnak venni, és ez nagyon nagy lehetőség, hiszen kitágul a világ, megismernek más kultúrákat, más országokat, és más, és a szakmai területükön is másfajta tudással találkoznak. A gyerekek figyelmét az órákon élménypedagógiával, játékos és érdekes feladatokkal próbálta lekötni. A német nyelv elsajátításában a külföldi szakmai gyakorlatok és a rendezvények is segítettek a tanulóknak. Az oktatásban is egyre inkább a gyakorlatias megközelítés a jellemző, és egyre fontosabbá válik. A mi iskolánkban meg főleg, ahol szakmákat is tanulnak a tanulók, ott nagyon fontos, hogy gyakorlati tudásra is tegyenek szert, és én is erre nagy hangsúlyt helyeztem. Hát a nyelvtanítás pedig azért nagyon jó, és azért nagyon szerettem, mert játékosan lehet tanulni, érdekes feladatokkal, úgyhogy ez valóban élményt is nyújtson, és szinte észrevétlenül tanuljanak a gyerekek. Nem csak ugye Erasmus rendezvényeket tartunk, de azt is például a legutolsó év végén az erről szólt, más rendezvények, és nagyon sok van nálunk tényleg. Úgy gondoljuk, hogy pedagógiailag is a gyerekeknek sokkal érdekesebb, ha nem csak mindig a padban ülnek, és így tanulnak, hanem más oldalról, más irányból közelítjük meg mondjuk ugyanazt a tudástartalmat,
és lehet, hogy nem oldottak meg X mennyiségű matek példát, de valami másfajta képességük fejlődött, mondjuk egy szakmai kirándulásnál, mondjuk egy osztálykirándulásnál, illetve hát nagyon sok előadó is szokott hozzánk jönni, akik szintén nagyon jó foglalkozásokat tartanak, vagy említhetném a Ferenci Múzeummal a kapcsolatot. Nagyon jó múzeumpedagógiai foglalkozásokra szoktak menni a gyerekek. Ott még díjat is kapott egyébként az oktatói testület, mert mi voltunk az az iskola, aki a legtöbb alkalommal használta ki ezt a lehetőséget, hogy tanulókat vittünk múzeumpedagógiai foglalkozásokra. Lukácsné Németh Klára kitartó munkájának elismeréseként a múlt tanév végén elnyerte a Váci Szakképzési Centrum kiváló oktatója címet. Nyugdíjba vonulása alkalmából a centrum elismerő oklevélben is részesítette a pedagógust. A Váci Szakképzési Centrum az intézményünk fenntartója. Ők minden évben tanév végén ítélik oda ezt a díjat azoknak a kollégáknak, akik a centrumhoz tartozó iskolában a legmagasabb szakmai teljesítményt nyújtották. Hát a mi iskolánkból most én kaptam. Nyilván jó apropó volt, hogy nyugdíjba vonulok, de rajtam kívül még egy nagyon kedves kolléganőm, aki szintén nagyon-nagyon sokat tett az iskoláért, Polonyi Némedi Andrea kapta ezt a díjat. Mindenképpen egy nagyon magas szintű elismerés, egy nagyon megtisztelő, hogy az iskola fenntartója is ilyen, hát ilyen sokra tartja a munkánkat, és így értékeli, ezzel a díjjal jutalmazza. Július elején a tantestület és az iskola dolgozói is elbúcsúztak a pedagógustól. A kollégák méltató beszédekkel, ajándékokkal és finom lakomával köszönték meg a tanárnő munkáját. Hát igen, kedves kollégáim, nagyon kedvesen búcsúztattak, ez nagyon megható és megindító volt a számomra. Nem könnyű ugye búcsúzni, főleg ennyi év után, és ilyen kedves kollégáktól. Hát igen, nagyon-nagyon jól sikerült ez a búcsúztató. Nagyon sok szép emléket viszek magammal, és igazából még most is segítek az új év előkészítésében az utánam érkező kollégának. Útravalóul pedig azt tudom mondani minden kollégámnak, de minden pedagógus kollégának, hogy sok-sok türelemmel forduljon a diákok felé, ez meghozza az eredményét. Legyenek elfogadóak, segítők hozzájuk, és ők ezt nagyon tudják értékelni, ha partnerként kezeljük őket. Ezúton kívánunk Lukácsné Németh Klárának egészségben és örömökben gazdag nyugdíjas éveket.